Arconköpésnek érezném, hogyha nem beszélnénk Magyar Péter legfontosabb testrészéről. Itt vagyunk, sokat látott műsorvezető társammal, és nagyon fontos témákról fogunk beszélgetni. Igen, igen többek között szó lesz. Hát most már kisipoljuk, szó lesz két fról. Az egyik Magyar Péter, a másik a, a, a Gulyás Marcé volt úgy értem Raven Crocs bandi, de már nincs rá, de ez furán hangzik, de majd az adásból kijön a, kijön a, lényeg. De hogy a lényeg az, hogy én azt mondom, hogy én mindenképpen Magyar Péterről akarom kezdeni, mert ez engem yeah, mélységesen felháborított, és most nem akarom ezt elviccelni. Ez nem. Tehát már olvastam, ezt szerda reggel van, szerda dél van. Én már tegnap összeraktam, hogy tegnap a fejemben volt, hogy mit akarok erről mondani, meg amikor megláttam akkor is, hogy még mielőtt valaki azzal vádolna, hogy, a, hogy én is csak akkor merek, amikor már erről többen nyilatkoztak, nem én ezt már sokkal korábban elmondtam, hogy Szerintem az, hogy ebből hírt csinált a, a TV2, vagy a tények, az kritikán aluli. Tehát az, hogy Magyar Péter konkrétan beállítja a nem tudom, szerelmi iránytűjét, oké, okay, de legyünk azért őszintén, most férfiak egymás közt ki nem csinált még ilyet, oké, okay, az EP-ben nem mindenki, ezt elfogadom, vagy a pad alatt ezt is elfogadom, de hogy... Ezt, ezt szerintem meg kellett volna hagyni a Bedezsolt, meg a Mém oldalak szintjén, és ott tökéletesen jó, mert nem hiszem el, hogy valaki, egy főszerkesztő azt mondta a tényekre, hogy. Hát de, ezt ez, 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 ú, de jó lesz, ez majd nagyon jó lesz. Ez egy szerintem belső akna munka folyik szegény Dágy Dani ellen is, hát ez is egy ilyen, egy ilyen leszámolás volt. E, szerintem, nekem... nem mondták, szerintem nem mondták meg, ki miért hívják fel a telefonon. Szerintem nem tudta, hogy miről van szó. Végtelenül kellemetlen. Hát, Na, amúgy én tanultam új dolgokat, én nem is tudtam, hogy ti zseben keresztül igazítjátok. Én ezt nekem, nekem ez, ez vadonatúj. Segítek, tűnikon, nem igazítjuk. Nem. <laughs> <Zsebkéntet keresünk. gül> és zsebkendőt keresünk. És amúgy azóta így ezt így végigjártal, tehát hogy volt itt erről szó nyilván az RT jelenés, ott a híradóban. Persze, ott gúnyolottak A is csináltak róla a videót TikTokra, azt ami mindenki megszólhatná a témával kapcsolatban. Egy, egy, ilyen geg lett belőle. de... de... ugye Na most képzeled az, hogy öltönyös emberek ülnek egy szerkesztői irodában... Bárgyá, és akkor tovább görgetem, mert ma van, ugye szerdán, amikor felveszük ezt a műsort, ma a kormányinform, ugye Gulyás Gergelyt is felkérdezték, hogy szokta-e nyilvános helyen, igaz? És így az ember így áll, és így, Úristen, 2024-ben erről szól a közélet, nagyon jó. De tényleg? Nagyon jó. De ez, ez most szerintem az, amit, hogy hogy erre behívnak egy elemzőt, de, amúgy egy, de, de egy komoly politikai elemzőt, sőt, politológust erre behívnak, hogy szakértse meg azt, hogy hogyan váltott irányt Magyar Péter iránytűje. És akkor, tehát, hogy, hogy ez az egyik, ez az ne egyik, ez a másik meg az, hogy a másik meg az, hogy miért nem hívtak be egy urológus vagy egy stripper, tehát hogy, hogy valaki, aki tényleg szakértője ennek, tehát érted? De, de nem, nem, értem, nem értem azt, hogy miért volt erre szükség. És akkor hallottam már olyan magyarázatokat, hogy mert hogy ezzel ezzel ugye van, akinek van az a réteg, aki, akit ezzel akartak megcélozni a, a, tények, hogy, hogy nem is tudom milyen cél, meg hogy ez miért hír, nincs ilyen. Tehát, hogy, hogy még hogy, tehát nem látok mögötte józan szándékot. Há, én se, és viszont az legalább megfigyelhető, hogy Magyar Péter azóta is ezen pörög, tehát hogy most már eltelt egy itt majdnem minden nap van valami banános posztja azért a, a biztonság kedvéért, úgyhogy mint hogy egy ezért kicsit így is, lubickolna. Ágaskodik a büszkeségtől. <laughs> szóval, hogy ő ezt így élvezi, és amúgy ez a durva, tehát, hogy, hogy így nincsen ilyen szégyen érzel. Tudod, Nulla. hogy ez kell kellemet? Ez nem, akkor... El fogja és elővesz egy banánt a kötényéből pofád leszakad, érted? Az embernek de nulla érzete van. Ez, ez, ez semmi, és akkor na, akkor... mondom, szerintem már azért túl tölja, tehát minden nap van, van banános poszt, de de, de... de ő ezt élvezi, hát, hát, mert ő egy abszolút egy bulvár szereplő, tehát azért, mert ő ez a, ez a bulvár szerepezőt élteti. Ja, de gondolj bele, a karriere kezdete óta nem szól semmi másról, csak erről. Igen. Tehát, hogy ezt ő szerintem ő várta, hogy mikor kerül ez előtérbe. Szerintem egy tisztást csinálta valójában ezt az egész anyagot, és az, na, mondom, tehát, hogy én nem tudom én se belátni józan észre, hogy miért csinálna erről bárki egy, most, egy komoly híradóban egy, egy anyagot. Na most gondolj bele abban, megint csak ülnek ezek a, a tényleg sokat látott <tosz> szerkesztők, <tosz> és azt mondják, hogy hm. Gönci Gábor, komoly műsorvezető a tényekben. szegény, és most gondolj bele, hogy, hogy ezzel valakinek a karrierjét milyen igen, szinten... Visszavetik. Igen, tehát, e hogy, amúgy, hogy, amúgy, egy hiteles karakter, vagy egy hiteles ember, és akkor egy ilyen, ilyen, mondatokat adnak a szájába, mert valószínűleg nem írta hát meg van a saját az, magának Tehát eztán. ezeket szerkesztők írják, tehát azt egy komoly műsorok szerkesztői vannak, mi ketten dolgozunk. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Na, de ezt a szögezzük le, hogy de minden műsornak van szerkesztője, és az a komoly tévéknél, az nem a műsorvezető. Ahogy mondod, a szájában... Ja, nem. <laughs> de bárkinek, tök mindegy, akár kis a műsorvezető, ez akkor... Ez akko Persze, hát ne viccelj, mert ez, ez nevetség, hogy, hogy tényleg szerencsétlen egy hírt, bemondja azt, hogy milyen költségvetési változások jönnek az EU-ban. És hiszel neki, és, és, amúgy ez egy hit, vagy legalábbis úgy hogy hiteles, és ja, igen, hát a tévében mondja, és akkor utána meg így, jön. tehát hogy ez, ez, rosszabb, mint az, hogy nem tudom, a kismajom született az állatkerül, hát, tudod, vannak ezek az ilyen az családbarát ilyen, hírek, igen. Az ilyen így. tévében, ez a szarszappan szalámi, tényleg ez a minden belefér, de, de az még úgy oké, okay, de amikor egy ilyet mond valaki, hogy hiszen, miért nem. kell ilyenről beszélni? A másik az, hogy tényleg, hogy most ezt gyerekek is nézik, vagy, vagy nem tudom, hat órakor van a híradó, vagy fél hétkor, és akkor ő ez itt ilyen, kimit ki mit fogdosa, na, szóval, hogy nem, szörnyű. Öh, nem, nem, ezt, 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 nem fogom, tehát én ezt nem heverem ki, tehát ezt, ezt, én haragszom ezért, és mondom, arcon és le, hogyha erről úgy csinálják, mint erről, ne, erről, ez nem történt, meg ez megtörtént, és ez szerintem a, a tények szerkesztői csapatának ez, az. ez a, ez a Orda, ordas hibája az, hogy egy műsorvezetőt ilyen kellemetlen helyzetbe hoztak, egy amúgy egy komoly karrierbe futott politikai elemzőt, bocsánat, politológust ilyen helyzetbe hoztak, és az, hogy Magyar Péternek ilyen fegyvert adtak a kezébe, és saját magukból mémet csináltak, nem jó értelemben. Ez, tehát négy frontot látok, ahol ez kudarc, és tételezzük fel, hogy volt mögötte egy politikai szándék. Csak tételezzük fel. Na most azok az emberek, akiknek Magyar Péter szimpatikus, ettől majd kevésbé lesz az. És azok, akiknek amúgy semlegesek, azoknak kevésbé lesz az. Tehát, hogy én szerintem minden tévénéző igazította már meg, férfi, reményeim szerint férfiak, igazította már meg magát, úgy, amikor azt hitte, hogy senki nem látja, sőt, szerintem még csináltak durvábbakat is. Elnéz, tehát én jártam a Magyar Péter tüntetésén, nem lepődnék meg, hogy ott más is történt volna, miközben senki nem néz oda. Tehát, nem tehát ennek még csak politikai haszna sincsen, nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy ez egy belső okna munka volt. Én abszolút, én, 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 ezt így gondolom, nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki ezzel a felkomszöveggel, ezzel, úgy gondolt, hogy na, ez most nagyon ütni fog. Uh. Most, ez most igen. na ah, mindegy, ez, igen. ez, egy, ez egy nagyon kellemetlen. És mondom, az a nagyon rossz, hogy erről beszélünk, mert az, hogy mi is erről beszélünk, és akkor ott van a kormányinfo, ami egy tök komoly dolog. Értetet, és, és oda bemegy egy, egy ilyen, oda bejut egy és persze, ilyen. Persze, most mindenki ezzel foglalkozik. Banánokról, meg padlizsánokról, meg gyerekről posztanak a politikusok, és akkor megkezdik Gulyás hogy szokta-e magát nyilvános helyen igazgatni. És így, de nincsenek, amúgy nincsenek fontosabb dolgok, nem, nincsenek, nem tudom, égetőbb kérdések jelenleg? Oh, kikészültem, jó. Uh -huh. És akkor most jöjjön a másik hímtag. <laughs> Raven Crocs Bandi, aki itt. Azért -e helyes kontextus, hogyha valaki nem tudja, ki ez. Er, igen, ezzel készültem. Bandi amúgy, jó, tisztázzuk. Én Bandit nem tartom rossz embernek. Tehát, hogy nem azért Én nem Nem bántom... egyszer minket? Nem. Engem csak, téged csak bevágott, de hogy én nem tartom rossz embernek bandit feltétlenül. Nem feltét. hiszem, hát akkor én rossz embernek tartom. Én próbáltam Na, volna szépen felvezetni, hogy neutrális maradjak, de köszönöm. <laughs> Jó, amúgy volt egy vitánk, volt több vitánk. Mindegy, a lényeg az, hogy bandiról mit kell tudni. Renter volt, a rendem úgy egy olyan emelkedett műfaj, ahol más embereket jellemzően kisebb csatornákra szállsz rá, és akkor azokat szétgyilkolod a közösségeddel. Igen, nagyon fenkölt stílus, és etikus, és nem mindegy. A lényeg az, hogy odaított, hogy már politikai műsorokban szerepelt, és a Márkizai propaganda adta a hangját, azt ő narrálta. És aztán a Gulyás Marci, amikor influencer hálózatot kezdett el építeni, akkor a Bandinak is adott egy kvázi műsort, közös műsorban szerepelt benne, gondolván, hogy hum -hum, ha számomra releváns, akkor a nézők szerint is releváns, mert sok embert megmozgat, sokan nézik, tegyük őt politikailag relevánsan, mert amúgy nem a politikája miatt nézték. Aztán nem akarok így most ezzel itt, itt. Nem tudom, menőzni, de volt egy vitánk, aztán utána már a bandi elkövette azt a hibát, hogy a saját közönség előtt vitázott, ahol kiderült, hogy annyira nem releváns a vélemény, és ezt után Marcia annyira nem is hívta műsorokba, szóval ez lett neki így a lejtmenet, aztán kaja videókat csinált, és most értünk el oda, hogy egy ilyen hatalmas nagy, ilyen, ilyen nagy bunkós bottal verte be az utolsó szöget a koporsójába, a YouTube karrier koporsójába, azzal, hogy összeállt a kreténekkel, nem jelző, hanem a csatorna és a formáció neve. Úgy tudnám lefordítani, mint a magyar Jackass, kb. ez. Nem tudom, láttad azt a videót, amikor a csávó a valamelyik szupermarketbe beült a pontymedencébe, egy létrán és beült a pontymedencébe, és ezzel akart magának hírnevet szerezni, beül a pontymedencébe. Egy ilyen, ilyen magyar remizsilárd, csak gáz, majd megmentett, vett egy pontyot, és kivitte a Dunába elengedni szabadon. Ez... Na, szóval ilyen, az ilyen nagyon kellemetleneket nem szoktam nézni, én csak a börtön live <laughs> ezeket. A... Mert az jó. Mert az, az jó. Nem, nekem amúgy ezek nem voltak meg, tehát, hogy én ilyen mélyre nem ásom magam, Hál is Istennek így a, a, Youtube bugyra. Ja, nem, én ott élek, én nekem ez, ez így a kultúrem része. Tudom, de szerintem normális embereknek nem biztos, hogy kell ilyeneket nézniük. Na, és akkor az van, hogy Bandiék a Kretének most csináltak egy zenét, zenét amire, amivel egyrészt paródia, másrészt fel akarták hívni a figyelmet a, a vonat hát most jól felhívták. Hát most felhívták a figyelmet. Részlet a zenéből. Nézzél jobbra, nézzél balra. A fülhallgatót juttatott bajba. Wow. Én nem gondolom, hogy megéri GVM-re megdögleni. Kérlek, ne dögöljél meg, előtted még az élet. De jön a vonat, és nem hallod, lépsz még egy utolsó volt, hogy Nike Ez így mi? <laughs> ez így mi? Na ez egy olyan zene, egy olyan produkció, ahol én elfogadom azt, hogyha valami trash, ha szándékosan trash, de ez inkább igénytelen. Ízléstelen. És azon túl, az, tehát amikor megint csak itt ugyanígy a, a TV2 teszem, amikor valaki írta ezt a szöveget, amikor valaki ezt vágta, és amikor valakinek megmutatták, ez hány emberen keresztül ment át, és hány ember mondta azt, hogy jó van, fujuk, jó lesz ez. Igen. Miért? Ja, csak egy... U Ú, srácok, egy nagyon jó ötletem. <gül> <gül> csak, csak abban ez lett, ö, szerintem nagyon, nagyon gáz. Hát persze, tehát hogy nevetség, az egész, az egész ott tart, hogy hogy most Bandinak emiatt de gondolja valakinek a YouTube az hobbi, valakinek meg és Bandi, ebből tartotta el a családját? Szponzorokból, meg videókból most. Tehát, hogy most akkor érted, ezzel totál kinyírta magát. És ez ugyanaz, mint az ilyen, ne, tehát nem emelem egy szintre az ilyen Iron Channel botrányokkal, mert az ott teljesen más volt, ott ilyen pedobotrány volt, de például amikor Dancsó azt az almásfűzői gyereket piszkálta, a, tudod, a probléma megoldó pedig biztos emlékszel rá? Na, nem, igen. A, amikor a gyerek járt, és akkor a, az ékezetet kijavította a almásfűzítő, mert hosszú űvel írták, meg ilyenek, és akkor Dancsó, meg hát azért elég. Cinkeltem, úgy vicces volt, mert minden. És akkor is Dancsónak abból mekkora botránya lett, pedig ott még nem is okozott ekkora kárt. Az neki tényleg sokba került, úgymond. Bocsánatot is kell kérni érte, meg ilyenek. Betámadta az egész internet. Viszont ami bandinál érdekes, amikor a bal oldalról, nem, amikor a jobb oldalról valaki elkövet valamit, például egy pap, nem tudom valami ami nem... Vagy egy LP képviselő. Akár az akkor a baloldal elővesz minden létező szemét, akivel az a személy valaha, az a bűn elkövető valaha közös képen szerepelt, és úgy mutogatják, úgy hordják körbe, mint a véres, nézzétek, nézzétek. Na most bandiék hullát, tehát konkrétan ilyen, ilyen hullagyalázásba mentek át, és nem azt tette morbidde a videót, amiről beszéltek, hanem hogy nem általánosságban volt rossz szó róla, hanem azt tette morbidde, hogy valós eseteket dolgoztak De fel. De abszolút, ez Íz, nem ízléstelen, tehát ez, ez meg kellemetlen, ilyet miért kell csinálni? Egyébként mindeközben, hogy amúgy tök fontos lenne, meg jó dolog arról beszélni, hogy ez, tehát hogyha vannak olyan balesetek, amik a figyelmetlenség miatt vannak, erre felhívni a figyelmet, hogy ne telefonozzál, amikor mész át mondjuk az ebrán, és ez, érted, ez, ez amúgy egy tök jó társadalmi közügy. De ez, ez, mi ez a hányás? Ez nagyon rossz. Tehát ez, ez szerintem ez nagyon nem, 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 ebbe az irányba megy. Nem, nem. Tehát ez nézd, az a videó, amit úgy írnak ki, hogy paródia, majd a végére odaírják, hogy bocsánat, hogy megsértettünk valakit ott azért, ja. azért éreztük, na de visszatérve erre, érdekes módon Bandi komoly politikai szereplővé próbálta kinőni magát, és milyen vicces az. Hális nem sikerült. Okkal, de hogy hogy érdekes módon a sajtó most nem vette elő azt, hogy na nézd meg Márki Zaj kiválna arra, tehát nézd meg Gulyás Marci kivelült, szerintem Szeretném azt írni, hogy a amúgy meg valószínűleg annyira radar alatt van bandi tevékenység, hogy a senki nem vette észre. Igen, egyébként én is szoktam, hogy ki ez, onnan tudtam, hogy egyszer emlékeztem, hogy valahogy akkor rólad beszélt, igen. Tehát, hogy be, be, bele, bele volt vágva, hogy nem, nem, kell, nem kellemes jelenet, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt. Nem, ez úgy emlékszem, hogy valami szintem, hogy a műsorról beszélt, vagy nem Nem, tudom, hogy... nem, az, hogy a mi műsorunk a kettőnk ment a hátterében, az volt de hogy ott én voltam a célpont, mert bántottam a barinőjét. Hát, hát a, aki fiú. De hogy a, mindegy. Nem, nem, e, amúgy de mindegy, a... szó, hogy ne, Amúgy nekem sem lett volna meg a srác, és pedig én alapvetően sokat szoktam tájékozódni az, az internetről, de hogy ő azért nem egy... Nem egy... Rétegvideó, rétegvideós, igen. Igen, tehát ugye azért nem egy olyan nagyon ismert ember, ettől függetlenül ízlés, talán viszont látásra lehet tűnni a sülye, sülyeztőbe, akkor innentől kezdve nem kell videókat gyártani. Nem annyira azért nem fog értesírni, vagy nem tudom, szóval, hogy ezt az ilyen, aki csak az ilyen youtubozásból él, én azt sem tartom munkának, tehát ugyanolyan haszontalan, semmire kellő, mint az influencerek, akik ugye megint csak a semmiből élnek, az, hogy a fotókat posztolnak maguk és hogy hát egy töm, tele csinálnak. Járni. igen, és hogy ki, ki mit csinált, és, az, és ez a vásárlás a buzdít. De hogy nem azért, mert hogy ők valamit elértek, és annak kapcsán, tehát most mondok egy példát, van egy úszó, aki olimpiai bajnok, és neki van sok követője, és ő mondjuk azt mondja, hogy mit tudom én, vedd meg ezt, meg ezt a táplálék kiegészítőt, és akkor azt még azt mondom, hogy ez még egy hiteles, és az egy olyan dologra, Buzdít, amire azt mondom, hogy, hogy, nem, hogy van valami, valamilyen relevanciája. De az, amikor a semmi, a smi, a nulla, a sminkelésből lett valaki, uh, felépíti magát odáig, hogy most őt kell celebnek kezelni, azért ugye ismét a tv 2 ez a mai adás olyan. Na, de, na, a kész, tehát, hogy az, az azt, ja, azt, kész. Tehát, hogy a, az ilyen, a, semmire kellő influencerek quintessenciáját be kell tenni a Dancing with the Stars című műsorba, mint hogyha tényleg, és úgy, hogy ott van mellette, ha már úszott hoztam például hosszú katinka, értel, és akkor mondnak, hogy na, akkor a két ember közül melyik érdemes arra, hogy, hogy akkor celebként, vagy, vagy ismert emberként hivatkozom, mindegy. Na, és akkor ugyanez a YouTube-osokról is nagyjából. Remélem, hogy, hogy az, akinek ez egy hobbi, azt szerintem az egy, az egy jó dolog, de most hát már sajnáljam, hogy akkor innentől kezdve nem fog tudni, nem tudom. Nem, én nem, nem, nem hülye volt, hogy kockára tette a megélhetését, és öt perc alatt vágta haza a teljes karrierét. Mert hogyha ezután jó, a el, el ki lehet hát... menni dolgozni. Kész. Ennyi van, a kugyár. Van munkahely, van, munkahely, van bőven munkahely el lehet, mert egyáltalán nem sajnálom. És az, hogy nem tudom, hány éve YouTube-oszhat, és még nem nagyon hallottam róla, ez is valószínűleg megmutatja. Jó, azt, a, hogy... a rend alapvetően a rent videó, én nem, nem, is tudom ennek a műfajnak a létjogosultságát így, így felfogni. Van egy haverom, aki aki ebben jobban benne van, és ő, ő többet fogyaszt. Ő ismeri ezt a kört, ezt az egész ilyen, ilyen mert ez egy ilyen közösség, olyan, mintha egymás mellett ülnek, olyan, mint, tehát ez egy közösség, érted, így ismerik egymást, meg közösen videóznak, meg egymást szivatják, ez így, ez így megvan, de Nekem például ilyen rendvideósok közül, amikor mondják ezeket, a, ezeket akik egymást így szivatják, és akkor ilyen, ilyen YouTube-celebnek számítanak, de a celeb értelmében én nem tudom ezt mi folyt hova tenni. Egyetlen egy rendvideós van, akit, de nem tudom, hogy ő rendvideós e sitex akit nézek de ő inkább, inkább ilyen visszafogottan, tehát olyan, mint ha rendvideósok közül kéne őt kiemelni, akkor úgy tekintenék rá, mint a vámpirok közül pengére. Érted? Tehát, hogy ő ez. Tehát, hogy nekem ez most, a kategória. Most uh, tovább uh, göngyöltem a mert a fejembe, szóval, hogy, hogy, hogy amúgy ez felháborító, hogy... Na mindegy. <laughs> ne, engedd ki, engedd <laughs> <engezz> ki, engedd <laughs> ki. Nem, semmi, csak az, hogy tényleg, hogy vannak emberek, akik ebből élnek, hogy mondjuk TikTokon influencerek, és hogy és ez a hasonló a YouTube-hoz, meg a YouTube-os tartalomgyártókhoz, meg ez. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy abból él, most ez az új kedvencem, hogy elmegyek a DM-be bevásárol, és megmutatom, hogy mit vettem a DM-be. És vannak emberek, akik ebből élnek. Hogy elmegyek bevásárol, és megmutatják, hogy mit vásárolok, Elmegyek az Aldi-ba és megmutatom, mit vásároltam. És ő ezért pénzt kap. És hogy, hogy, nem, ez szerintem ez nem munka. Az a munka, hogy reggel fel kell, a munkahelyedre, legyen az bármi is, bármilyen jó munkahely, ugye milyen ilyen jó munkahelyeken dolgoztunk, de hogy, az, az, hogy az ember nem tudom, ami hasznos, hogy csinálni, de ez, ez abszolút semmire kellőség. Fú, nagyon, most nagyon felhúztam magamat ezen. De tudod mit? Bandi, Bandi, Bandi. azt hogy Alexa le. András. Jó, tessék elmenni dolgozni, tele van a, a munkaerőpiac, jobb-nagyobb lehetőségekkel, nem kell többet videót gyártani. Na, ez, ez egész Le, Lezártuk, szerintem lezártuk. Amúgy, Amúgy, nagyon ízléstelen, tényleg ízléstelen. Hát persze, hogy ízléstelen, és el akartam kerülni azt, hogy most én is belerúgjak Bandiba egyet, mert már mindenki belerúgja, és ezt el akartam, próbáltam kicsit objektív maradni, amiből, amiből hát ez lett, de szerintem nem a véleményem, ezt továbbra is tartom ez nem, tehát ez, ez nem, tehát, hogy ez, ez olyan, mint hogyha, tehát nem is értem, hogy, hogy, ezt hogy tudja egy ember, aki ebből él, ezt így megcsinálni, mindegy, nem megyek bele, van itt nekünk más fontosabb témánk is, például az, hogy a németek már megint megváltoztak. Ez azért izgalmas, mert Washington 4 millió dolláros bírsággal sújtja a Lufthansa zsidó utasok, a Lufthansa zsidó utasok diszkriminálása miatt. A Lufthansa Német légitársaság zsidó utasokat diszkriminált 2022. májusában a New Yorkból Frankfurt érintésével Budapestre tartó egyik járatán közölte kedden az amerikai közlekedési minisztérium. Pedig akkor ez még nem is volt divat, akkor még csak kezdődött ez a, ez a zsidó ellenség. Ugye, itt van, ugye itt arról van szó, hogy itt írja a cikk, hogy annak ellenére, hogy az érintettek közül sokan nem is ismerték egymást, és nem is együtt utaztak, az amerikai tárc által meghallgatott utasok azt állították, hogy a Lufthansa úgy kezelte őket, mintha egy csoport lennének. Én, és ez a kedvenc részemben, hogy szegények, amúgy. Ez. És így nem engedték őket felszállni a járatra, állítólag helytelenül viselked, viselkedő kevesek miatt. Na most Egyrészt elképzelem azokat az ortodox zsidókat, akik ott partiznak, meg hőbörögnek a repülőgépeken, tehát így ismerjük őket. Másrészt a reptéren nem? Vagy, igen, igen másrészt meg amúgy. Másrészt pedig az, hogy egy német légitársaság <laughs> két-három két egyén miatt egy teljes közösséget diszkriminál. De milyen jó nem, hogy Ilyen, huszon... se, se fellebbezés, ami nem volt, de mondta, jó, inkább kifizetjük akkor, igen. Igen. ebbe a jogi procedúrában nem vegyünk be, nagyon kellemetlen. Hát ne viccelj már, de most komolyan, hogy lehet egy ilyet megcsinálni? Te, és ennek, ennek milyen viszonya a németek? A, a, tehát Ennél már csak az lett volna rosszabb, hogyha, hogyha nem a kijelölt úti célhoz viszik őket. Tehát elkép elképzelni nem tudom, hogy mi járt a fejében, és me megszólalt a nagy papa hangja hátul, hogy akkor gyerünk kis unokám, büszke vagyok rá. Mi, mi, volt ott? Uh, ja. <gül> <gül> mi, volt, mi, volt az, mi volt? mögötte, hogy akkor ugyanúgy vannak felöltöz, azt persze. mondták, hogy, azt mondták, hogy azért, mert ugyanúgy voltak felöltözve. Nyilván azért, mert, az ortodox zsidót azt észreveszed, az Budapest utcáin is igen, és igen. észreveszed, az egy, az Tradicionális, az egy jelenség, igen. persze, tehát hogy az, az, ahogy fel vannak költözve, de hogy ettől még, hogyha uh, nem feltételez az, az, hogy nem tudom, hogy mindannyian ugyanahoz a csoportban, mint egy osztálykirándulás lenne, és igen, akkor mindenki igen. Mi igen. Együtt, ez nem egy ruha, igen. igen tehát, tehát, ah, mind... szóval, szerencsétlenek. Igen, de azért, azon nevetek, hogy ha azt bármelyik más ország csinálja, de a németek, de pont a németek csinálják. De nem hát, hát most, most gondolj, bele a német kormány, mikor Solc, az, így, így, nem tudja most, most, mit gondoljon szerencsétlen, most, most hol egyes és akkor, és a lengyelek fogják, és akkor így nyelnek egy nagyot. <gül> <gül> Jó, hát ez igazából ebben ennyi kis van. Kis színes, igen. Kis színes, ebben ennyi van, de itt még akartam beszélni. Nem majd. változik a világ. <laughs> Figyelj, 20, 4 van, 22 24 van, majdnem 22-t mondtam, 24 van. Még, van. 10 évünk, még a németek megint megőrülnek, szerintem azt élvezzük ki. Na, itt pedig most jöjjön egy kis érdekesség, mert nekem ez, ez egy ilyen veszőparipám, az elektromos autók. Alapvetően én nem vagyok elektromos autópárti. Az egyetlen pozitívumát az elektromos autónak abban látom, hogy a a káros anyagot azt nem a városon belül pöfékeli ki. Ennyi az egyetlen pozitívum. Ami kihelyezi. A... Igen, de... igen. I ilyen. De hogy nem lehet vele nagy távokat megtenni, nem megbízható, télen, télen még kevésbé megbízhatóbb, és egy csomó, rengeteg kritikám van feléjük. Nem környezetbarát valójában, nem, jaj, nem, mert maga az előállítás, meg utána az energia előállítása sem, és utána, hogy ha meghal az autóját a hajógyam szemben, hogy akkor azzal, azzal, úgy nem nagyon lehet úgy mit kezdeni. Tehát, hogy... Igen. Ja, na mindenki, de hogy, De azóta eddig azért az elektromos autók voltak a top-top-top mindennek a teteje. az menti meg de, a de, bolygót. De amióta Magyarországon is akkumulátorgyárak kezdtek épülni, azóta elektromos autóknak leáldozott a, legalábbis a... A, a, szírja, a, te, a, te, a telek telek Már érzékenyítenek, hogy nem is, eddig arra biztattunk, hogy ezt csinálja mindenki, és ez a jövő. Igen, de most, amióta vagy, magyar kormány azt mondja, hogy ez egy jó dolog, azóta... Most, most már annyira nem. Figyelj, látom a pozitívumát, de a Toyota mondta jól, hogy addig nem fognak elektromos autókat gyártani, teljesen elektromosat, még nem lesz olyan akkumulátor technológia, ami ezt tudja támogatni. Majd kijöttek, rá egy hétre egy ezer kilométerig működő akkumulátor. ez az irány maga jó, nem mondjuk azt, hogy ez környezetbarát, mert nem az, nem a városban pöfékelik ki ezt magot, ez jó, de az például, hogy most elkezdték mindenhol, és most ez egy új trükk, hogy elkezdik büntetni ilyen plusz parkolódiakkal a nagy autókat. Hát miért a nagy testőt bünteted? Büntesd inkább azt a, a, 30 éves szart ragacsot, ami okádja ki magából a füst, azt büntesd meg. Tehát azt írtsd ki a városból, ne azt, hogy ha valaki egy egy, mit tudom én, egy, egy, Land Rover, vagy mi az, ivókkal megy, érted? Ja, de jobbat mondok, kell sok pénzt fordítani a közösségi közlekedésre, vagy a tömegközlekedésre, meg egyébként a, a, mint a vasútfejlesztésre, meg ezekre a kötött pályás lehetőségeknek a fejlesztésére, és akkor az annál környezetbarátabb dolog nem nagyon lesz, mint hogyha az emberek kiszállnak az autóból, és egy kicsit lejjebb adnak a, tehát a az egyéni kényelemből, de azt nyilván csak akkor fogod megtenni, hogyha például én el tudok menni babakocsival mindenhova a városon belül, és nem az van, hogy akkor sakkozok a fejembe, hogy hát a hévre biztos, hogy nem fogom tudni feltenni, mert hogyha mm -hmm. olyan villamos jön, amire ami ez az ilyen régi típusú, akkor arra sem fogom tudni feltenni, meg egy Ugye az, ez, ezek, a, ezek a rossz verziók. E, szóval, hogy szerintem, szerintem er, ebbe az irányba kéne jobb, jobban átolódni. De most már olyan ezen megy a vita, hogy akkor most az elektromos autókat, akkor így, úgy, meg hogyan szabályozzák, hogyan büntessék. Ugye most pont van ez a vita, vita ez még, ne. vagy nem hát. tudom, hogy hol tart, hogy a Kínából érkező elektromos Na, ez, autókat igen. meg megvámolják. Extradórá. Na most az a vicces ebben az azért érdekes, mert nem csak azóta a hibás az elektromos autó, amióta, amióta Magyarországon akkumulátorgyár van, hanem azóta. Amióta kijön a elektronos autók, olcsóbbak, jobbak, ja. gyorsabban fejlődnek, betörnek az új piacokra, és amikor a Volkswagennek a, a, német autóipar egyik, egyik zászlós hajójának gyárakat kell bezárni a Németországba, és amikor már a Merci is fontolgatja, hogy akkor mi, itt, azért, itt azért lesznek gondok, mert a, amúgy az ember nem hülye. Tehát most gondolj bele, itt van egy Covid, az amúgy nem volt kedvező a gazdaság. Itt van egy háború, ami szintén nem kedvező a gazdaság. Hitelt eznek fel az EU-ban, hogy odaadják Ukrajnának a pénzt. Ennyi erővel ide behozhatnák ide, és egy ilyen turnézgépen le is darálhatnák. Ismerem Ukrajnát, kimerem mondani ezt. Na, és akkor mit mond az átlag német, hogy fizet egy csomó hülye adót, így is fizet egy csomó adót, és akkor azt mondja a német, hogy fogok én venni? 60 ezer eurós autókat? Milyen megveszem inkább a BYD-t, az, az, 30 ezer euró, van az is olyan jó, ha meg nem, hát mégiscsak a fele, érted? És, és akkor itt jönnek már aztán, hogy elkezdtek így vakarni a akkor mi lesz? De most már a, a német autóipar képviselő is felszólalnak, hogy hoppá, hoppá. Tehát ugye Németországban azt képzeled, hogy a, a Scholz majd behívja így a Volkswagen meg a Merci igazgatóját, hogy akkor gyert, nem. A, az igazgató hívja be Scholzot, sőt időpontot ad neki, mikor mehet. Tehát ez kb. így működik, úgyhogy én csak azt mondom, hogy... Amúgy ez egy érdekes vitát nyit ki, mert úgyis szerintem alapvetően az a probléma, hogy, hogy az egy valós veszély, hogyha mi most egy európai piacról beszélünk, hogy... Egyébként az lenne a jó, hogyha a sajátjainkat részesítenénk előnybe, hiszen ugye Mint Amerika, is, ugyan el, Amerika is, ugyanerről beszél, hogy a... Hogy a... részesítsük előnybe az övéket. Ja, <laughs> ja, egyébként igen, de hogy, a, hogy, ugye országon belül, hogy a, hogy a saját, term, tehát hogy, hogy azért vett ki olyan adókat a külföldről érkező termékekre, hogy mindenki inkább a hazait vásárolja. És uh, ugye az lenne elvileg a logikus ebből, hogy a, az Európai Unión belül is legyen egy ilyen uh, közösség, érzés, hogy részesítsük előnyben azt, hogy az Európai Unión belülről jön, hiszen az a mi kutyán kölyke, és ugye van egy ilyen gondolat, de annyira nincsen meg ez a közös Európai Unió feeling alap, nem tudom most, hogy, hogy mondjam ezt. Európér életvitel, igen, 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 igen és ennek amúgy nagyon sok ága van, hogy miért nincsen meg ez, a, ez az a érzés. Szisztematikusan kiírtották például azért. Igen, ezért ezért nem várhatják el, hogy azt mondjuk, hogy ez egy jó dolog, mert engem, mert bocsánat, engem hol érdekel, hogy a németek hogy élnek. Miközben egyébként elvileg az lenne ennek a gondolkodásnak az alapja, hogy, hogy most akkor mindannyian érezzük át egymás problémáit, és mit, szóval, hogy amúgy ez egy szép, szép Na, ha a németeket fogja érdekelni, hogy, mi, hogy velünk mi van, hogy akkor ne? majd egyébként, engem is De is őket érdekelni. se érdekli, persze, de senki nem érdekel németet, azt sem a franciákkal, mi van, sőt, érted, hogy hogy, 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 ilyen szempontból nálunk így nincs meg ez az ilyen ö, közösségi érzés, hogy akkor mi most egy csoporthoz tartozunk, mert hogyha meg lenne, akkor egyébként ez lenne a logikus, hogy ezt mondjuk, hogy nem nehogy már ide jöjjön Kínából a mondok mást, a Temu, és leuralja az egész... Uh, nem kis tudom, vállalkozásokat tegyen tünkre, teljes, pillanatok igen, alatt. De, de, azonnal. Tehát ez, az, ezt nehogy már engedjük. Ez lenne, ez lenne, egyébként a logikus gondolkodás. De amíg ez nincsen meg, addig meg úgy vagyunk vele, fogyasztó teljesen logikusan, hogy igen. Azt veszem meg, ami árérték arányban nekem a legjobban megéri. De ez amúgy nem csak most kezdődött, gondolj bele. Tehát én mindig mondják, hogy termelői piacra kell menni, meg a kis termelők, de én kérek elnézést, hogyha az eper a termelői piacon és ugyanaz, mert ugyanazt adják el a, a szupermarketnek, kétszer annyiba kerül, mert termelői, nekem ez, ez, ez így nem fogja megérni, és én a saját zsebem, tehát mindenki a saját zsebét nézi egy ponton, és azt nézzük meg, hogy oké, okay, hogy a Kínát nem fogod tudni megállítani, terjeszkedik, oké, okay, de pont most volt Strasbourg mellett, és Orbán Viktor is erről beszélt, és ez tényleg egy fontos téma, hogy mit tesz az EU annak érdekébe, hogy felvegye a versenyt gazdaságilag, Gazdaságilag azzal, hogy Kína terjeszkedik, Amerika meg gyarmatként tekint mindenkire, aki nem Amerika. Így Tehát hogy ezzel, azért, ezzel azért fel kellene venni a, a, de a versenyt. Ez, ugye ez, ez, És ebben politika a politikai sincs. De ugyanez a gondolatmenet, ugyanez a, 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 a gondolatmenetnek a folytatása. Mert egyszerűen nem teszünk meg egy ilyen teszettosza, tökéletlen, bénázó, minden kérdésben, migránsokkal kapcsolatban, a, ez is, hogy, hogy hány évnek kell eltennie, hogy egy közös álláspont kialakuljon, nem? Tehát, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen azt nézi az ember, hogy mi, mi van, és akkor azért, azért tehát, hogy itt van ez a fontos gazdasági kérdés, igen, hogy a, hogyan tudnánk fejleszteni a közös piacunknak a, a, a termékeit, hogy nem tudom, legalább a, a, ha Kínával, nem is, hogy mondjuk az Egyesült Államokkal, mondjuk versenyekkel, verseny, verseny, amikor ar arról megy a vita, hogy Magyarország jogállam-e, meg hogy a nem tudom milyen bürokratikus, mit tudom én, minek a végén jó sorrendben lettek a szavak, mert ugye ezt mondják, hogy ilyen, mit, ilyen nagyon apró bürokratikus hibák vannak, a, amiért nem kapjuk meg a pénzt, és ezek ezzel vannak elfoglalva, ahelyett, hogy amúgy valódi komoly kérdésekre keresnék a választ. Engem ez amúgy milyen felháborít, és akkor utána meg csodálkoznak azon, hogy a magyar kormánynak akkor most az az álláspontja, hogy jó, akkor ti csináljátok, amit akartok a nem tudom milyen... Csináljátok Eurovíziót. Igen, a szaros szerződésekkel, meg nem tudom, mivel meg ezek a bürokratikus dolgok, mi pedig majd mert, mint hogy mi Magyarország pedig majd úgy fog kereskedni és úgy fog uh, viselkedni, ahogy saját magunknak, nem az Európai Uniónak, nem az európai embereknek, nem a németeknek, nem meg a franciáknak jó, hanem ahogy Magyarországnak jó. És ugye ez az, ami nem tetszik most nekik. Hát ez persze, egy, ez egy nagyon nehéz helyzet. Hát persze, hogy nem tetszik, mert, mert tehát egyértelmű, hogy Kína új piacokat akar. Pina, Kína. Jó. Jó. Hát okay. ki? <laughs> jó. Piac? Jó. Szép volt, szép volt, imádom. Na vajon én mivel kell, hogy pózoljak ezen túl? Jackfruit-tal, meg mangóval. Na, szóval Kína, imádom. Kína új piacokat akar, lassan beszélek inkább. Ezzel készülök. Én fajta Jó, várja, várja. Kéne egy sokat látott szakértő. Még az adás mi... Mi Egész komoly dolgokra vagy. Igen, felhez, igen. Ide? Ugyan, ugyan már. Majd... ide már csak esket Na, szóval... <laughs> Na, nem vágunk. Folytatjuk. Kína új piacokat akar, ő nem úgy akar gyarmatosítani téged, ezt nem tudom megmenteni, hogy elfoglalja az ország katonailag, meg ideológiailag, leuralja a piacorat, és nem lesz más választás, és Kína nem tíz, meg nem öt évben gondolkodik, nem is ötvenben, hanem ezer évben, mert egy az ott birodalom, tehát Kína ebben gondolkodik, és hogyha neki a Temuval, a Temuval, azt mondja, hogy figyelj, én ezt tíz évig csinálom veszteségesen. Abszolút, és nagyon veszteséges. Hát persze, milliárdokat buknak rajta, igen. de azzal, hogy milliárdokat buknak... De kivéreztetik a, teljesen, a, helyi vállalkozásokat. Abszolút. Igen. Jó, mondok egy másikat. A fürdőszobában egy kis üvegpolc nálam, ott, ami tartja ez a két kis bassz, ez letört. És akartam venni egyet, itt Magyarországon megnézni, és olasz gyártmány 4500 forint, meg én mindenféle, és keresnem és kell... 200 forint a Temun. Keresnem <laughs> kell, hogy hol talán a Temun négy darab, ilyen, nagy, ilyen kötegekben árulják, ilyen pár száz forintokért. Hát, igen, bocsánat, akkor, én a saját zsebemet fogom nézni. Igen, igen, hiába, hiába akarsz úgy gondolkodni, hogy, hogy... És azért mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz dilemma, mert a fogyasztói szeme főleg akkor, hogyha egyébként az ember fizetése elmegy millió egy dologra, akkor nem az fog a, jó, hát akkor na vegyük meg a, nem tudom, a, a, magyar vállalkozót, amiközben egyébként ez lenne a jó, meg ez lenne a normális, hogy, hogy én akkor, én akkor a, a hazai vállalkozókat támogassam, de nem, de ez olasz a tized, volt. tized meg tudod venni a, nem tudom, a Temuról, vagy a Seinről. Vagy bárhol, igen, igen, a a Skorpióval együtt jön, azt inkább. Ja, igen. volt egy olyan csomagban Skorpiót, <laughs> jó, már a küzengetnek azon mindig. Igen, igen az mi oldalt, de, igen hogy a tesco teszkó, a banánon is találsz ilyen óriás pókokat, meg ilyeneket. Nem, mielőtt még bárki félreérteni, nem a tesco banánon általában, de történt már ilyen egy ban megtörtént az, most helyreigazatom magam, mm -hmm. mielőtt ők kérnék, történt olyan a ban óriás pók volt, ilyen nagyobb pók volt, és megértek és kapta, kapott a család egy nyaralást valami, valami szigetre, fantasztikus ötlet volt, hozzák a banánt valami külföldi országban, van egy pók, megérnek, mit csinál a Tesco? Kompenzálja, csak az oda küldi őket, ahol a pókok vannak. Igen. Fantasztikus, zseniális volt, mindegy, nem, nem akarok ebbe belemenni, de még amikor még amikor hagyományos munkahelyem volt, tudod, mielőtt mi szuperhős lettem volna, Igen. Ah, akkor a Londonban, a körizben, amikor ott dolgoztam, jött egy japán hölgy, és valami rádiót akart venni. És nagyon durva volt, mert neki olyan preferenciája volt, hogy jót akart venni, volt rá egy büdzséje, de ő vagy Panasonicot, vagy Sonyt akart venni, és azt mondta, csak azért vesz ilyet, mert ezzel a japán gazdaságát támogatja. Londonban mondja ezt a 20 éve ott élő japán nő? rendes. Hát ez, ez japán ez a japán mentalitás Jó, tehát mondjuk hogy... Mind a mellett hogy azok árban nem emelkednek ki olyan így szinten, van, hogy, hogy, tehát nem az van, hogy akkor tízszerese az ára a versenytársakhoz képest, de hogyha már van az, az, az ugyanolyan képességekkel rendelkező termékek, akkor abból már az ember válasza azt, most jelen esetben bármikor is a magyar termékeket, tehát hogyha a, a paradicsom ugyanannyiba kerül a, a magyar, a, mint a török, akkor a magyart akkor veszed a magyart meg. Vennek, Igen, de hogyha még alapvetően van egy pici át, és akkor is a magyart veszed meg, de az, hogy, hogy a, a magyar alma az olcsóbb, mint a, mint a dél-afrikai kivi, vagy bocsánat, magyar alma drágább, mint a dél-afrikai kivi, tehát az nem normális, tehát ez nem egy, nem egy normális állapot, és ezt elmagyarázta, a hobbistában volt egy vendég, aki elmagyarázta azt, hogy azért, mert ezek a szupermarket láncok például itt leuralják a termelést, a gyártást, a csomagolást és a forgalmazást, tehát minden aspektusát a piacnak leuralják, és azt mondja, hogy figyelj, én ennyiért adom, nyajátok ki, tehát hogy ezt csinálják. és ugye ezzel nem tudsz, tehát nem tudsz mit vele kezdeni, nem tudod ja, ezeket és ezt, egyébként Igen, tehát hogy ezt a, a szupermarketek, meg ezek a láncok csinálják, hogy nem a, nem a gazdák nem, adják alapvetően... Nem, nem, nem a, nem, a gazda adja, adják a tejet amúgy a Igen, gazdák. hogy a, hogy a, hát a dínyénél volt -e ez? Talán egy ilyen nagy felháborodás, az minden év elő szokott jönni, hogy, hogy ők valójában baromira nem kapnak annyit, mint amennyire utána te elmész a... nyilván, nyilván nem kapnak annyit, mint amennyit te megveszed a boltba, de hogy, de hogy ilyen töredéke, és hogy igazából ezek a, a láncok nyomják fel az árakat. Hát de. Ugye az lenne logikus, hogy ha valami minél több kézen megy keresztül, akkor annál drágább. De itt a termelőtől, mikor a, az eladásig, az eladás, a csomagolás, a beszerzés, az, az mind egy cég kezében Igen. van, szóval ez csak két kéz technikailag, csak baromira rávernek az ára. és hogyha ezt ki akarja szorítani mondjuk a, nem tudom milyen magyar van a, a CB, akkor fel kell venni a versenyt minőségben is, Például... akarják, Ki, akarja? ki akarja a CV -t? Ezt mondom, tehát hogy most csak mondtam valamit. Tehát, hogy... Ki akarja? Hát Bárki akarná. Hát nem, nem tudom, akarja, de hogy tudja, hogy képes erre. Mindegy. De ez szerintem sem. ennyi, mert reggel tudunk ezen derpedni. Lehet tényleg abszolút a t is utálom. Minden, hát. mindent. Kész. Én, én jó, ott, meg... sem járunk, a sem pláne, sem. de én megtermelem magamnak a, a... Erkélyen. <laughs> ja. az lenne a legjobb. Ez, ez, ez lenne a legjobb. De fiai, én amúgy szeretnék gazdálkodni kertben. Tehát nekünk otthon ja, kertünk, volt, ott baromi nagy kertünk. Én szerettem ott, ott, a szőlőt kis felásni, ha arról volt szó, meg ilyenek. Én szerettem ezzel Ú, foglalkozni. Lázám, az, egy, az egy meló. És amúgy az van, hogyha, hogyha az ember kiszámolja, hogy mennyit kell ráköltenie a ja, kis meg, kertjére, kertjére, akkor ugyanoda jössz ki, mint hogyha amúgy a boltban, sőt, sőt. miközben egyébként én azt hiszem, abszolút ez lenne a jó, csak hogyha végig gondolod, hogy ez mennyi befektetett energia, befektetett pénz, gondozás, Ugye, akkor akkor az, úr. úristen, hát... Jó, nekem nagy álmom egy hidroponikus ilyen melegház, tehát ez nekem nagy álmom, de hogy ja, de abszett, de ne, a, szóval ez nem a éri dolog. meg, nem éri meg, tehát úgy képzeltem, hogy kiépíteni egy öntözőrendszert és hát. ilyen csövekkel, tudod, meg minél és akkor ilyen minimális energia tehát én emlékszem, maruk, hogy gyerekként ilyen gémes kútból húztuk a vizet, ilyen hordószámra, és azzal jártunk lócsón, hogy azt még reggel megcsináltad azért, hogy estig az kinti hőmérséklet, ne a földből föltörő hideg víz, mert az a növény kinyírja, és akkor úgy ültetett, hogy akkor a nap is úgy, ez baromi sok munka, aki azt hiszi városból kiköltözik vidékre, és akkor ott... És akkor uh, ott azonnal, még a igen, persze, és én és szeretnék a, a, kecskét megfejli, és, és akkor soha, megfej a kecskét, és akkor ilyen gurigákba jön ki belőle a kecske sajt, meg a, meg a mindenki ne? Nem, nem, tehát ez nem így történik, de hogy alapvetően ez ez meló, ezt csinálja. Az, én láttam már olyan embereket városból, kimentek vidékre, és de akkor... ezt hiszik az emberek, igen, mert ez van egy Facebook csoport ajánlott mindenkinek vidéken újra kezdők, tehát ha, ha 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 van egy -e, és ebből lehet egy a legjobbakat látni, hogy azt hiszik, hogy elköltöznek vidékre, és akkor azzal együtt ugye a tudás is megjön, ami egyébként a vidéken élő, vagy legalábbis ilyen gazdálkodással foglalkozó embereknek generációkon keresztül átadódott a, a, a az, hogy akkor ezt hogyan csináld. Azt melyik Még évszakban, melyik földterületre, abszolút. ez amúgy ezek tök nehéz, tehát ez nem olyan, hogy, hogy érted, na, szóval, hogy akik vidéken élnek és ezzel foglalkoztak generációk óta, azok ezt tudják, azoknak tényleg benne van a napi És amikor a, a nem tudom, mit a második kerületben, hogy most ne azt mondjam, hogy Belpestre valaki kiköltözik. Mondd a jó. <laughs> Igen, nem tudom, valamilyen vidéki településre, és akkor na majd most, most neki, és tudod, ezt semmit nem tud, és nulla, nulla sikerélmény, és rájön, hogy amúgy valójában utálja a tyúkszarnak a szagát, és egyébként ez egy, az egy rossz dolog. Főleg, amikor a szomszédod kecskét tart, 12 -t. Igen, igen, idáig érzem. Ja, de, de, tényleg ebbe, ebben van egy ilyen kis misztikum, miközben egyébként ez lenne a legjobb. Nem tudod, hogy, hogy elmész, és akkor én megtermelek otthon mindent. És akkor így fogod, és így elszórod a magokat, mint a mesében, tudod, és akkor másnapra így kinőttek a, a, kis paradicsomfák, és akkor te csak egy születelet. Hát barom is, és, amikor, és ha jön egy járvány, Abba, bármi, igen, az barom is sok munka gondozni. Meg pénz, az is. Tehát hogy igazából, nem, nem végén meg. az összeget összeadod, a, hogy, hogy, te mennyit fektettél ebbe bele, akkor, akkor jó, akkor inkább nem a tesco és megveszed a nem tudom, paradicsomot. Puka együtt. Buka. Utolsó, nagyon rövid téma. Röviden, igen. Nagyon rövid, mert most már igen, futunk, futunk. Jó, a twitterezők felfedezték a zsíros, a zsíros deszkát, nem merek már gyorsan beszélni, és nincsenek elájulva tőle írja a telexit. Az a lényeg, nagyon röviden a hír, hogy a, az angol szurkolók látták a lila hagymás zsíros kenyeret, és hogy nem voltak tőle elájulva. Csak annyit tennék hozzá, hogy takarodjanak haza, az egyenek otthon, eredeti angol kaját, körít, meg kínait. <laughs> Undorító egyébként az angol konyha. A van, nekik? Eszem, hogy... van nekik? Nincs konyha. Ilyet nem, nem pofázol a zsíros kenyérre. <laughs> hogy? Persze. A zsíros kenyér egy tök jó dolog. Lilahagymával? Há, ez... Hát hülye vagy? Paprikával meg Hát, És mi, 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 380 forint? És várj, és hol azt Hol hogy... 380 forint és azt mondja, hogy, hogy 85, igen, 85 angol cent. Hallod? A, a Sainsbury Angliában, ami két szelet kenyér közte valami undormánnyal, 2,75, 2,75, 275 az várjál, 4800, majd, majdnem, majdnem, 1200 forint. És nincs mire nézni, hogy ne pofázatok nekem a zsíros kenyérről. Így van. Figyelj, fehér szőlővel, a legjobb. Kurva angolok. Nem baj, pont a múltkor olvastam, hogy, a, hogy a, az angol konyha elérte, hogy az angolok a világ legép hajósai legyenek. Meg az angol nők. Na ennyi, úgyhogy ennyi volt mára. Sziasztok. Hello.